Ez köztudott, hogy a Debreceni Egyetem az fontos részt vállal egy közös nemzetpolitikai célunkból, mégpedig abból, hogy a Kárpát-medencei térség az egy a magyar felsőoktatás oldaláról nézve egy egységes oktatási teret képez, és ennek jegyében már legalább egy évtizede intenzív kapcsolatot tartunk fenn. Úgy mondjuk, de nem igazán szerencsés szónak érzem én ezt, hogy a határon túli egyetemekkel, felsőoktatási intézményekkel, különösen azokkal, ahol magyar nyelvű képzés folyik. Az, hogy jelenleg is sok kolozsvári, illetve erdélyi magyar tanul a Debreceni Egyetemen, de ugyanígy most már el lehet mondani, hogy egyre több magyarországi egyetemista tanul a kolozsvári egyetemen, ez mind azt mutatja, hogy egymásra vagyunk utalva, és hogy az együttműködésből csak jó dolog jöhet ki. Ennek a folytatása, vagy egy fontos állomása az a megállapodás, amit most alá fogunk írni, hogy közös kettős doktori diplomára kötünk szerződést, hogy az ottani hallgatók a mi képzésünkbe bekapcsolódva mindkét egyetemről megkapják a doktori oklevelet, és hát ez a mi hallgatóinkra is vonatkozik, hiszen tudjuk azt, hogy valójában hasonló tendenciák már működnek, tehát itt is vannak kolozsvári doktoranduszok, ott is vannak debreceniek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mostani szerződés, ez hivatalossá fogja tenni ezt a kapcsolatot, megkönnyíti a doktori képzést, sokoldalúbbá teszi, számos tudományterületet fog érinteni, illetőleg átfogni, és hát nálunk is a szenátus már 2014. júniusában ezt elfogadta, Kolozsvárt is megtörtént a szenátusi jóváhagyás, most már csak a aláírásra, meg a pecsétre fog sor kerülni. Ez azért egy újabb lépés ebben az együttműködési folyamatban, mert lehetőséget biztosít arra, hogy mindkét oldalról hallgatóink igénybe vegyék a szakterületen minőségi kínálatot kutatás és oktatás területén. Másrészt mindkét egyetem, tehát gyakorlatilag az közös erőfeszítéssel, mindkét egyetem doktori diplomáját megőrizik. Itt azt is elmondanám, hogy számunkra, a Bábesbolyai Tudományi Egyetem számára ez azért is fontos, hogy hallgatóink egyrészt kihasználhatják ezeket a kutatási és oktatási lehetőségeket, másrészt nem szakad meg a kapcsolatuk a Bábesbolyai Tudományi Egyetemmel, hisz nem arról van szó, hogy most 3 évre eljön valahová és egy doktori címet szerez, hanem arról van szó, hogy rész tanulmányokat végez, ami eredményeképpen ő a kapcsolatát az egyetemmel megtartja, a Bábesbolyai Tudományi Egyetemmel, és így az utánpótlás képzésében sokkal nagyobb reménnyel indulhatunk, hisz a kapcsolatok révén van út neki visszafele. Úgyhogy örömmel jöttünk ennek a kapcsolatnak a megerősítésére. Itt talán azt is elmondanám, hogy kiemelt kapcsolat valósult meg a tegnapi nap során a Bábesbolyai Tudományi Egyetem testnevelési és sportkarával, illetve a sportkara és a gazdaságtudományi kar között, hisz a sport területen az együttműködés megerősítésére a tegnap dékán úr, Bogdán dékán úr és a gazdaságtudományi kar dékánja egy kari együttműködést írt alá. A Debreceni Egyetem doktori képzése törekszik arra, hogy nemzetközi értékű doktori képzést végezzen és nemzetközi értékű doktori diplomát adjon azoknak, akik a Debreceni Egyetemen végeznek és szereznek PhD oklevelet. Egyrészt ez úgy valósul meg, hogy a saját doktori hallgatóink reményeink szerint majdnem mindenki legalább egy fél évet, egy évet valahova a külföldi intézménybe
tud valahol külföldi intézményben tud bekapcsolódni kutatási programokba, különböző pályázatok révén, projektek segítségével külföldi tanulmányutakon tudnak részt venni, illetve maga a Debreceni Egyetem képzése is törekszik a nemzetközi nyitásra. A elmúlt év során valamennyi doktori iskolánkban megalapítottuk az angol nyelvű doktori képzést, tehát minden doktori iskolában lehetőség van most már angol nyelven is részt venni a doktori képzésbe. Ennek is köszönhetően a idei tanévre a közel 900 doktorandusz hallgatóból már közel 100 az, aki nem magyar állampolgárként vesz részt a doktori képzésre, tehát egyre inkább nemzetközivé válik a Debreceni Egyetem doktori képzése.